Szabó Balázs, a Szekszárdi Városvédők civil szervezet elnöke szerdán állt a nyilvánosság elé, mert úgy látják, hogy Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont Éljen Szekszárd frakció által kiválasztott új vezetője alkalmatlan a pozíció betöltésére. Azt mondják, már eddigi rövid működése alatt milliós kárt okozott a városnak, csak azzal, hogy a sportcsarnok fűtése a járvány miatti bezárása óta folyamatosan megy, miközben csak néhány dolgozó tartózkodik az épületben. Arra se volt képes, hogy az állam által adott lehetőséget, igaz, ezt a dolgozóknak is alá kell írni, a munkabér támogatást igénybe vegye, ami több mint 500 000 forint plusz többletet jelenthetett volna a városnak. Tehát jelen pillanatban mi azt látjuk, hogy egy alkalmatlan ember ül véleményünk szerint az igazgatói székben, és az ész teljes erővel támogatja. A Szabó Balázs által elmondottakról a kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében szerettük volna megkérdezni Malomsoki Krisztián igazgatót is, aki viszont nem kívánt reagálni az elhangzottakra. A fenntartó önkormányzat közgyűlési frakciói közül a Fidesz frakcióvezetője Máté Péter telefonon annyit közölt, hogy miután a Sportközpont felügyelő bizottságában csak az Éljen Szekszárd frakció tagjai kaptak helyet, nincs rálátásuk az intézmény működésére. Megkerestük Faragó Zsoltot is, az Éljen Szekszárd frakció önkormányzati képviselőjét, aki a Sportközpont felügyelő bizottságának elnöke. Nem kívánt kameránk elé állni, levélben viszont annyit közölt, hogy a kérdéseket sok más kérdéssel együtt egy belső ellenőrzés keretében megvizsgálják, az eredményéről pedig tájékoztatást adnak. Így arról is, hogy lehetséges-e nyilvánosságra hozni az igazgató pályázati anyagát, amiről a városvédők úgy tudják, hogy hemzseg a helyesírási hibáktól, és az iskolai végzettségek sem egyértelmű. Alátámasztottak benne. Az ügyvezető eddigi működéséről Ács Rezső polgármestert is megkérdeztük. Nem tudom, mi alapján hoz döntéseket az igazgató úr, mi alapján hoz új sportákat a városba, milyen piackutatás előzte meg például a petankpályának a kiépítését. Vannak furcsa dolgok, amikkel én is találkozom természetesen. Egy kicsit izgulok is, hogy a jövőben mondjuk egy IASZ világbajnokságnak vagy egy Gemes nagydíjnak hogy tudunk neki futni, ilyen háttérrel, de hát reméljük, hogy majd előbb-utóbb a dolgok a helyükre kerülnek, úgyhogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat a sportközpontnak a vezetésére. Ács Rezső hangsúlyozta azt is, hogy korábban mindig nyílt ülésen történt meg a cégvezetők kiválasztása, most az Éljen Szekszárd frakció döntése alapján zárt ülésen tárgyaltak a vezetőkről, így az ott elhangzottakról nem mondhat részleteket, azt viszont elárulta, hogy voltak olyan pályázók is, akik környékbeliek és alkalmasak lehettek volna a sportközpont vezetésére.